Gyerek zsivajtól és önfeledt kacagástól volt hangos a napokban a városi sportcsarnok. A karcagi nagykúr református általános iskola és talentum óvoda mindenében megrendezi az úgynevezett református dzsemborit, melyen számos izgalmas és szórakoztató program, illetve játék vár a gyerekekre. A részletekről az intézmény vezetője tájékoztatta televíziónkat. Egy fergeteges programot szerveztünk a talentum óvodásoknak és a refi általános alsós diákjai számára. Harmadik alkalommal hívtuk meg Budapestről a Napraforgók játszóházat, és a játszóház hozta sok-sok játékot, és a gyerekek ezeket a játékokat próbálják most ki. Nagyon tetszenek a játékok, sok új játékot hozott le a játszóház, és hát természetesen lesz majd egy műsor is, 11:30-kor kezdődik egy evangélikus kis műsor, egy bohóccal, és az lesz tulajdonképpen az óvodás programnak a zárása délelőtt. 13 órakor pedig jönnek az iskolások, és ők is kezdenek akkor egy kis koncerttel, és 16 óráig az alsó tagozatos gyerekek is kipróbálják és használhatják ezeket a játékokat. Röviden úgy is fogalmazhatnék, hogy ez egy második gyereknap, mert hiszen gyereknapot már szerveztünk az óvodásoknak, az iskolában is megtartottuk, ez egy ráadás, ez egy finálé. A Napraforgók játszóház az első keresztény utazó játszóház Magyarországon. Közel 15 év gyakorlattal rendelkezve a keresztény gyermekmunkában, több száz fős gyermeknapokon is részt vettek már. Napraforgók játszóház egy felvállaltan keresztény lelkiségű játszóház, ahol nem az a cél, hogy játékokat vonultassunk fel, hanem egy keresztény lelkiséget, egy üzenetet adjunk át a gyerekeknek. Keresztény gyerekkoncerttel és keresztény bűvész műsorral készültünk, és a játékok azok igazából kiegészítik ezt az egész élményt, hogy a gyerekeknek egy maradandó élmény legyen ez a nap. Lazsád Jákos elmondta, az egész országot bejárták már műsorukkal és játékaikkal. Van itt élő csocsó, akadálypálya, óriás buboréksó, arcfestés és még sok minden. Annak is utána jártunk, melyek a legnépszerűbbek a gyerekek körében. 15 éve csináljuk, tehát mindig másnál más. A nagyobbaknál az élőcsocsó, kicsiknél a sláger alapvető, a lufi hajtogatás, a légvárak és az óriás buborék. A legújabb játékunk a terem végén található akadálypálya. Ezt is nagyon-nagyon szeretik a gyerekek. A gyerekekre tehát számos program és játék várt a nap során. Minden gyermek arcára sikerült mosolyt csalni, és ez a legfontosabb.